Van, kinek hiányzik fél keze, fél lába. Ilyenek is járnak pápán iskolába. A magyar történelemnek számos olyan pillanata van, amikor bizonyították akkori polgártársaink, hogy fontos nekik az ország és a benne lakó emberek. Az 1848. március 15-ével kitörő forradalomban is együtt küzdött magyar és külföldi állampolgár is a magyar szabadságért. Október 6-án a szabadságharc végével járó kivégzések történtek Aradon. Tolnán is megemlékeztek a forradalom lezárásáról és a 13 aradi vértanú haláláról. A település polgármestere szerint fontos az emlékezés, ezért ők igyekeznek minden évben méltó módon emlékezni a forradalomra. Részben az emlékezés. Én azt gondolom, hogy minden évben kell, hogy legyen, akár március 15-én, akár most ugye a levelésének az évfordulóján egy alkalom, amikor megemlékezünk. Megemlékezünk azokról a hősökről, akik életüket adták magyarként, és tegyük hozzá nem magyarként is, nagyon sokan életüket adták a magyar szabadságért, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy minden évben találjunk egy napot arra, és ez ugye nemzeti gyásznap alkalmával október 6-a, hát most a vasárnap miatt mi ezt pénteken ünnepeljük, de én örülök annak, hogy évről évre egyre többen eljönnek civilek, és az ünnepség után közösen gyújtunk mécseseket itt az országzászlónál, a 48-as emlékműnél. Fontos, hogy megemlékezzünk a hősökről, fontos, hogy megemlékezzünk ne csak a tragédiáról, hanem annak az üzenetéről is, hiszen igaz, hogy gyásznapról beszélünk, de mégiscsak ünnepeljük azokat, akik, még egyszer mondom, a szabadságért, a magyar szabadságért áldozták az életüket. Én azt gondolom, hogy ennek mindig van valami aktualitása. Ugye a mai világban is, amikor elég sokan támadják Magyarországot a szabadsága miatt, akkor is fontos az, hogy megüzenjük innen Tolnáról, hogy a magyar szabadság nekünk fontos, és tűzzel vassal védeni fogjuk. Mi itt Tolnán a Szent István Parkban, akinek meg az a dolga egyébként nyilván az Európa Parlamentben is, és én azt gondolom, hogy fontos az, hogy a gyerekek is tudják, tehát nagy öröm számomra, hogy évről évre a gyerekeket is elhozzák, sőt az iskolákban, óvodában is megemlékeznek erről a napról. Az ilyen ünnepségeknél fontos, hogy a fiatalokra is építsen egy város, mondja Appelszoffer Ágnes. Úgy veszi észre, Tolna különösen sikeres ebben a tekintetben, hiszen szerinte a fiatalok szívesen jönnek megemlékezni a magyarok hőstetteiről minden évben. Én azt gondolom, hogy jönnek azért gyerekek. Tehát szerencsére az iskola igazgatója is fogékony arra, hogy megmozgassa egy kicsit a gyerekeket, és akkor az iskola vezetésén keresztül így a gyerekeket is be tudjuk vonni az ünneplésbe. Éppen ezért én azt gondoltam, hogy talán a mécsesgyújtás is egy kicsit talán érdekes nekik, hiszen a gyerekek szeretnek gyertyát gyújtani. Nem csak beszélni kell róla, én azt gondolom, és nem csak beszédeket kell tartani, és nem csak ünnepeket kell tartani, hanem valahogy a mindennapjaimba kell beleszőni az emlékezést. Most október 6-án a Nemzeti Gyásznapon, aztán október végén, november elején az elhunyt szeretteinkért fogunk gyertyát gyújtani. Tehát én azt hiszem, hogy fontos az, hogy mi magunk is éljük ezt meg, és a gyerekeinknek adjuk tovább. A megemlékezés zárásaként már hagyományszerűen a város vezetése megkoszorúzta a szabadságharc emlékművét, a város lakói pedig mécseseket gyújtottak az elhunytak és a hősök emlékére.